Na szevasztok, itt újra Webber, és a tegnapi videót sajnos nem sikerült feltöltenem még. Kettőször próbáltam, azt hozzáteszem kétszer-két és fél óra csak feltöltési idő. Aztán mikor felment, akkor kiírta a YouTube, hogy nem tudja feldolgozni a fájt. Nem is értem, hogy miért, nem láttam még ilyen hibaüzenetet. Most harmadszor átkódoltam Premiere-be, hogy hát ha az a baja, így a 28 gigából lett 35, tehát így most már 3 óra lesz a feltöltési idő, de megpróbálom. Most is éppen megy fel egyébként. Visszatértem a régi kisfüleshez, mert az a nagy az erősen idegesített. Megyünk tovább, aztán ha nem sikerül feltölteni, akkor meg vannak tippjeim, hogy miért nem. Én ezzel a játékkal még nem találkoztam sehol. Lehet, hogy be lenne tiltva YouTube-on? Nem tudom. Minden esetre megyünk tovább, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Remélem, hogy... Jó, itt folytatjuk. Mármikor megtetszett volna ez a játék, akkor... And just when the Japs was starting to come out with some interesting dirt on him, so it really stinks, eh, Chico? Azt tudom, ilyen PS2-es játék egyébként. Yeah. Ogawa said that Valero had something to do with some grafikára. Connection. Do you know what that is? Martian connection? A couple of guys believe that the Mars Corps Company, or its president, the Honorable Mr. Longwood, is the capo de tutti capo of several large criminal organizations here on Earth. Has been funding illegal projects of the company from their profits. Allergiám így sem javult, úgyhogy félfülemre mindig nem hallok. Tegnap este már kidobolt volt egyébként. Holding back on the terraformation of Mars so the money can flow into other illegal projects. Under the table, Mars Corps is supposedly doing experiments on people, clones, on alterations to the human mind. A huge amount of money is needed for all this, and the fight against Castor and his rebels is not free of charge. But you know something about that. About Castor? Sorry, Chico. I keep forgetting about your memory. Commander Castor and his militant band, the New Age Messiah, fighting for the freedom of Mars. Nincs ott baj a memóriával, tudja, hogy mi van. Uha, micsoda vicces Darth Vader-ek jönnek itt. Nagyon-nagyon imádom, imádom a grafikát. Hát ez... Chaser? Chaser? Did anything happen? I don't know. I had some visions. What do you mean, visions? You've been doing drugs, Chico? If Valero finds out you're using, he'll put you on ice. No, I'm clean. The first one happened when they were stuffing this spider in my head. I saw a man in black, a commander of some squad before the action. I think it was Stone. The guy the two Japs mentioned. Could be something from my past. Memories. I don't know, Chico. I'll ask a couple of people what they think about it and let you know. But stay out of Valero's sight so he doesn't catch you when you pass out next time. Hát egyelőre még elég kusza, aztán gondolom majd kiderül valami turpisság. Ja, kicsit emeltem a játék hangon is, mert tegnap videóban elég halkra sikerült. This attack was the work of the Raiders, an armed band controlling the black market on smuggled iceberg water. Tehát ez lesz a játékmenet, hogy ő ad egy izét, küldit, és akkor ezt nekem meg kell csinálnom. They probably got hold of the waterworks with the aim of contaminating the source. We suspect their goal is to acquire the monopoly for drinking water from icebergs to gain the power over the city that we currently hold. Na, cselekedjünk, csak már játszanék amúgy, mert... The waterworks has only one entrance from the north. Sanchez and Franklin. You take the sniper rifles and climb up there. From there you'll cover our people. Is that... Na végre már valami mesterlövészes küldi. Remélem, hogy nekem kell csinálni. Alpha and Bravo will follow. The aim is the elimination of all radar units and securing of the waterworks area. The barrels with the chemicals represent a huge hazard.
Under no, repeat, under no circumstances can they go in the water. We don't know what they contain and we can't afford any. Hát mit, valószínűleg nem jó dolgot, hogyha sárga fekete izével van körbejelölve, tehát... Érthető vagy. Mehetek? Már végre? Na, végre valami. Ja, ugye nem lopakodnom kell. Hátsó bejárat. Remélem nem ilyen izéről fog szólni az egész végig, hogy lopakodni kell, meg mit tudom én, de most már nem van fegyverem. Hátsó bejárat. Megyek. Bája vége? Nem. Az ott egy bejáratnak tűnik valami. Ha? Lehet, hogy ez lesz az. Ez árva. Zárva. Na jó van már, hova? Nem is volt ennyi emelet. Ennek itt van kell lennie. Kösz. Aha, ez lesz az. Olyan szinten vagyok berekedve, mintha nem tudom milyen covidos lennék. Nem lopakodós, hál' Istennek. Jaj, már megint ezek a izék, felújítandó szobák itt. Szobákok. No. Ó, ez ott mi? Mi ez ott? Gyanús nekem, gyanús. Itt le kéne esnem? Nem így szerintem, amúgy. Menj fel! Egy jó platforming game rész következik, úgy látom. Nem tudom, miért nem sikerül feltöltenem egyébként. Annyit szoptam vele, hogy egyáltalán föl tudjam venni. Valahogy nem szeretné, hogy én ezzel játszak. Nem tudok átlőni a lépcsőfokok között? Nem áll. Na végre. Ki tudok menni ki? Jó. Ó, kis ez izék, hát ez tiszta Half-Life, ez eddig jó, ez eddig tetszik. Hallul folyik a dzsuvami. Nem. Ki hitte volna, hogy itt nem lehet bemenni. Semmi? Ó! Nem látok semmit. Első segély cucc. Nem áll. Ha van benne pajzs. Hát jó. Jó, és? Done.
Valamerre kéne menni. Nem tudom merre. Még egyelőre. Ezekkel nem lehet interaktálni. Na, gyanús nekem az a cső ott. Itt jöttem ki. Minden ajtó... Nem, ez az ajtó nyitva van, jó. Még reggel van. Jó, az a fegyver. Jaj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 
Wait until he's out of ammo! Jaj, de én nem hagyom. Az egy mester lövész volt? Amúgy. Valószínűleg igen, mert egy golyó lesebzett. Elmenthettem volna a hülye fejemmel, na mindegy. Azokkal vigyázni kell, mert azok pikpak izé hidegre teszik a testemet. De hidegre teszem én mag saját magamnak is, tehát nem gáz, mert hogy lecsúszok, azt meghalok. De egyébként lehet, hogy az nem tetszik a kedves YouTube-nak, hogy beraktam a PayPal elérhetőségemet a leírásba. És gondolja, ha már szuperchatet nem enged, akkor ezt sem fogja engedni, és akkor egyből le is tiltja, úgyhogy most kivettem. Aztán majd később berakom. Már nem tudom, egyre izébb ez a YouTube is egyébként, tehát hogy erősen gondolkodok, hogy lehet, hogy Twitch-en kéne játszani megint, de ott meg csak live-ozni lehet. Valaki csinálhatna már egy normális videó megosztót, mert tényleg most héten felraktam egy videót, egy shortot, hogy egy ember, hát egy ilyen gagyi karddal fát akar vágni, aztán kiböki maga mellett a medencét. YouTube letiltotta a fiatalkorúak szellemi fejlődésének korlátozása miatt, hogy mi van? De kérdés nélkül tiltotta le, úgyhogy abba a pillanatban letörölte, és megint képzéseket kellett elvégeznem. Szóval már lassan itt is ott tartunk, hogy nem lehet semmit feltenni, meg a kis lurkok megsérülnek, mert a kis lurkó nem tudja, hogy nem játszunk karddal, érted? Hát nem tudom, mi valahogy tudtuk a mi időnkbe, hogy nem döfjük magunkba. Nem. Aha, ez a milliót sebez, ugye? Nem, az. Ez kell nekem. Hol van késem? Oh my god! Ennyi? Kést az dobni tudok, vagy azzal csak hentelni tudok, jó. Előttem a spancidat. Téged is, haha. Már az én embereim ott?
Haló, én vagyok. De most gondolom erre kell menni. Mi van? Hát meg vagy hömbölödve, tesó? Hát ez... csúlyogat itt nekem. Ne bántsátok a embereimet, be akarnak ide jönni. Hello, hello, hello! Minimum, hogy legyen nálad HP... nincs. Lehetünk rosszba is. Az a baj, hogy itt egy izé, aztán hello van nekem. Mindegy, erre most nem mentünk rá inkább. Is here, itt vagyok, itt vagyok. Mondd el még hatszor. Ja, nem egy ember van, hello. Hője. HP szekrény. Hol kicsinál mit? Tehát ott a... Tehát mi ez a hang? Most lefelé kéne hatolnom? Vagy most mi van? Még lejjebb? Csak így leessek le. Na, sose volt jó vége. Na mindegy, hát leesünk. Mi ez a hang? Élek. Hát pont betette a fejét a izé mögé, korlát mögé, csém. Hey, ho. Jó, Istenem. Ott is van egy HP-s szekrény, jó. Ez azért jó, mert akkor valószínűleg rohadt sokan lesznek még. Mondom én. Hello. Ezeken be lehet amúgy hatolni? Ilyen headshot, mi? Ide szerintem, hogy nem kellett volna bejönni. Könyökét lelövöm, puk. Mindegyik azt, hogy ilyen kemény, hogy röhög. Gonosz röhögéssel él. És nem. Hát itt csak így voltak itt bent, jó. Akkor vissza az eredeti tervhez. Ami pedig az volt, hogy le a lépcsőn, igaz? Vagy fel a lépcsőn? Le a lépcsőn, nem? Ezt kerestem, nagyon. Ohoho! Hát akkor fel! Vagy már magam sem tudom, nem, mert nem fel. Ha nem fel, és nem le, akkor mégis hova a... Jaj, ezek a ládikók.
Aha, ott van valami. Sokkal egyszerűbb lenne, ha nem mondanál egyből, hogy is here, és akkor nem tudnám, hogy itt vagy. Jaj, a kis Dagi bácsi lövöldözik. Figyeld? Sutty! Sutty! Az ajtó az le van miskárolva, nem lehet bemenni. Az oké, csak mi történt? Ez nem a... Hello. Ó, hogy van ilyenem is! Na lehet, hogy még valamelyik billentyű a maphez is oda vezet, csak nem hiszem mondjuk, de... Ilyen lassítós izé lövöldözős, ez tök jó. Ezt legalább itt hagytad. Na itt kell figyelni, mert itt előbb valaki nagyon-nagyon meglőtte a testemet. Dagi bá! Megint itt van. Megint headshot. Ő lehetett az előbb? Vagy ő? Vagy igazából bármelyik lehetett? Te. Igen, itt. Nem, ő volt. Azt ad ide nekem. Ó, min van nekem? Ho-ho-ho-ho-ho! Na! Ho-ho-ho-ho! Imádom! Imádom a snipereket. Meg imádom, ha megölnek azt is. Elmenthettem volna igazán. Igen. Szerintem nem. Na, ki kellett ezt is próbálni. Na. Na, hol vagy? Mutasd magad. Rohadvány, te. Gyorsnak nem mondanám a töltését, de végül is megteszi. Erősen szükségem lenne HP-re. Ott van a szerkény.
Még hány gonosz lesz? Mire eljutok oda? Szóval ezekben csak pajzs van, ami nem baj, csak lehetne benne. Ez például. Ma lehet, hogy megint lottót kell feladnom. Hát ne, ne is. Tehát a lámpa, hogy fölötte milyen, az mindegy. Meggyőződésem volt, hogy ahol fehér a lámpot be lehet menni. Mit csinál? Nem tudom. Megyek, megyek. Hova? Tudom, oda, szekrényhez. Ezek az ajtók legalább nem darálnak le. Sesse. Utolsó dolog. Hello! Te csém, ez ott bújkált, azt várta, hogy jöjjek. Hát ez mi ez? És vélhetőleg arra kell mennem valahol, megint ugrálni lefelé. Ja, nem van lépcső. Lepcső. Úristen, hatalok be a gyárnak a szívébe. Biztos, hogy be akarok én ide hatolni. Hello? Hello, előbb már előttelek, tesó. Eddig lefelé jöttünk, most megyünk felfelé. Menj már egyenesen azon a létre. Nézd meg, hát sztrókom van, jobbra húzok. Szegényt lelőttem, úgyhogy nem is akartam. Ez what is? Ez mi? Bele akarok menni, hogy a rádióaktív legyek. Reméltem, hogy ott nem lehet bemenni, reméltem, hogy itt se. Hát szépen mellé lőttem egy 6-szor, de se baj. Szeretem ezt a hangot. A védelem. Ezt, hello, ennyi HP volt, semmi, gyakorlatilag. Ja, und? És ilyenkor nem töltődik újra. Nem. Ne kiabálj már velem, hát megijedek. Hanyan vagytok, disznók? De komolyan. Semmi bemenet. Jó, hát nyilván ezen nem tudok átmenni, ugye? De.
Hát, most nem tudom, hogy azok elindultak felém. Nem, azok ott vannak. Jó, hát végül is. Még ilyenkor se töltött föl, te bunkó. Ne színészkedjé. Na, tehát... Mi van? Nem is az ajtó volt? Ja, nem. Jöjje. A menő embert lelőttük. Nem állok jól HP-be. Hát egyszer élünk. Jaj, nem áll! Hát ez most komoly! Ez most kellett? Hát öcsém... Még egészen jól bírtuk. Jaj, ezeket elfelejtettem, hülye! Lookout. Így megy mentem a gőz felé, mondom, gyorsan áthatolunk. Nem bízzuk a véletlenbe. Jó, 9 HP, nem áll. Az meg volt? Gondolom nem. Félek attól egytől megint. Nem, ez kell. Ez kell. Akkor ezt megbeszéltük, tesókák? Meg jó. Ott a víretek mindenhol. Hápi. A köcsög, ez meg kivárt, öcsém. Hát mi ez? Igen, tehát az, amit írtak a neten erre a játékról, az be van igazolódva, hogy... Hogy így van egy sztori, ami lehet, hogy jó, de hogy így kurva hosszan kell menni, és hentelni csak az embereket, és így megunod. De most már mióta megyek itt, aztán lövögetem őket. Megint nem tudom, merre kell menni amúgy 100%-osan, mert ajtó hegyek vannak mindenhol. Itt jöttem át. Ez nem bemenhető ajtó. Akkor viszont... Biztos, hogy ott jött... Ja, ott is van még egy. Ami szintén nem olyan, ahol be lehet menni. Ott nekem ott az gyanús. Wait, ha wait. Ha várjál te! Még egy ugrál. Hello. Most már biztos, haver. Vérezzé.
Jaj, ezeket mindig úgy szeretem. Kis meglepi szeglénkék. Mit szerettél volna? Hogy emeljem fel a kezem? Nem. Jó? Nem. Miért ad ennyi HP-t? Ez nekem nagyon gyanús. Hopp, itt van valami. Gombok, gombocskák. Gombocskák, amikkel nem tudok mit kezdeni, de jó. Biztos? Akkor minek rakod oda? Nem áll! Hát itt... Hajt! Valahol nagyon Kenny! Der? Hol? Hol vagy? Igen, tehát kell bújcizni? Já. Na, eddig jó, tehát egy küldetést egy óra alatt lehet megcsinálni, akkor ez viszonylag egy hosszú játék lesz, mert hogy most tartunk 36 percnél, és még csak bejöttünk a gyárba, és lövünk. Az ajtó. Az ajtó, ez nem egy ajtó. Ez sem igazából. Ha fölvettem egy pajzsikát. Föl lehet menni. Hová? Hová lehet itt felmenni? Ó, a csőrendszereken keresztül. A micsoda, micsoda. Micsoda game ez. Half-Life rajongónak. Hát ez vicces. Jó, és? Ó, nem is nyomtam még ilyet. Persze, átlő a csövek között, nyilván. Na, vagytok-e még? Jaj, lépcsőkön kell lemenni, ne... Aztán... Hát itt, ha leesek, akkor tuti halál, tehát... mi a várja? Tehát mondanám még egyszer, hogy egy Half-Life rajongónak? Hát nem már. És már lent is vagyok. Hát abban úgyse tudsz olyat adni, ami még nincs. Most már csak ki szeretnék innen menni. Nem lehet semmit megnyomni, meghúzni, hát tiszta ideg vagyok ettől. Azt meg akarom húzni. Oh. No. Sem tudom. Itt voltam előbb, jó. Volt egy embrió, nem?
Hát, hát. Itt azért valahol hagyd lehessen már bemenni, mondjuk itt. Most ide ezért kellett feljönni. Ja nem, ott van valami lik. Nem itt voltam előbb, ugye? Dehogy nem itt voltam. Hát de most akkor ez most mi van itt most? De itt hát, hát itt jöttem fel. Úristen. Meg lesz az. Be. Most egyelőre még nem teljesen tudom, hogy merre kéne mennem. Ami nem baj, hiszen ez benne a kaland. Kaland, a faszt, kaland. Az ott tuti nem, nem a véletlen műve. Abba biztos vagyok, hogy azt ott valamit meg lehet hackelni. De azzal kéne kinyitni az ajtót, nem valamelyiket. Hát... Semmi nincs. Itt is. Miért vannak ezek itt? Miért vannak ezek itt, ha semmit nem lehet vele csinálni? Ötlet? Jaj, nekem elfogyott. Ott visszamegyek a hülye csatornájába. Onnan estem ki, igaz? Ha itt felmegyek... Nem csak egy út van. Vannak ajtók, amin nem lehet bemenni. Ez tökéletes. Ja, megmondja, hogy mit vettem föl, de aranyos vagy. Ja, hát itt jöttem ki. Ott jöttem ki. Nem kell. Nem kell pajzsod.
el vagyok akadva, azt kell, hogy mondjam. Erősen. Hát nem tudom, hogy merre kell menni, komolyan mondom, de ez ilyenektől tudok berágni egyébként, hogy most mi az zsákon van, érted? Itt van ez a szar is, nem tudok vele semmit csinálni, bazzeg. Aj. Ki ilyen fos csinálni? Ne lukat nem látok, ahol be lehetne mászni. Csak ez a nyomorult létre van itt, úgyhogy biztos, nem tudom, vissza kell menni valamelyre, nem tudom. Egy kicsit gyanús, hogy abban a csatornán egyébként visszafelé is lehet menni. Előbb hogy mentem vissza? Valahogy előbb visszamentem ebbe a csatorna rendszerbe. Nem tudom hogy. Ja, ilyenkor kezd már idegesíteni egy játék. Oké, hogy megcsináljuk, meg szopatjuk, aki játszik vele, de egy idő után azért valami jelet kéne, hogy adjon, nem, hogy most öreg erre mennyi, arra mennyi. Nem ad. De ott igazából nem csináltam semmit, nem húztam meg kapcsolókat. Megvan. Ugye megint nem tudok semmit csinálni. Annyira nincs ezzel baj, tehát hogy... Nézd, ezen simán átmegyek, úgyhogy nem lesz semmi bajom. Azon nem. Az A. Az ott áll volt. Hát akkor essünk neki még egyszer. Kussoljál, mert te... Miért vagy itt? Annyit szarakodtam, hogy elfelejtettem, hogy ott volt ez az állaték. Automata. Automatát sikerült kiírni magyarul, azt, hogy armor meg heals, azt nem.
Na, és akkor itt estünk be, ugye, ide. Ja, és akkor ott már ott a kis lába neki. Ugyanilyet szeretik automatában, lehetne? Tehát, hogy ne töltsön már minden lövés után. Tehát akkor azt beszéltük meg, hogy ugye ezekkel nem lehet semmit csinálni. Jop, de! Gondolom, itt el lehet zárni a hőt. Mi történt? Nem tudom, mit csináltam, tehát maradjunk annyiba. Zöld, és akkor most elzárta az izét, mi? Ja. Zseni. Mennyien vagytok? Á! Tiszi-miszi. Ja, azoknak nem kéne beleesni sehova, mi? Azt mondta előbb. Aj, de tekeri az orrom. Leszartam volna, ha piros ajtón beenged. Nehogy beledobáljátok! Nem áll! Hallódsz, hogy nem dobáltuk semmit sehova. És mégis. Hele! Epilepsziás görcs, mindjárt. Beleestek a hordok a vízbe. Szeretném jelezni. Nem ez volt? Ezért lövöldöztünk ennyi, hogy ez ne történjen meg. Mi csinál? Megtörténik. Én mindent megtettem. Na, még a Pennywise is előkerül a csatornából, akkor halok be. Mindenki mindenkit lelő.
Hey, Mike. What's up? Good news, Chico. You're on your way to getting rid of that spider. I know somebody who can remove it from your head. Her name is Shimako Sakai. Can I trust her? I've known her for years. She's willing to cooperate. What's the hook? Yakuza is holding her in the underground, where she performs various improvements on their soldiers. The whole area is fully under their control. You'll have to be damn good and lucky to sneak in. Hál' Istennek, megint lopakodós rész jön. We're here, Chico. The main entrance can't be used. Try one of the abandoned entrances to the sewer. This will be useful for you. And watch out for yourself. Na. Oké. Nem én mentem bele. Most viszont abba hagyjuk, mert mindjárt letekerem az orromat, és ha neki kell tüsszögni, abból lesz 74 tüsszögés, úgyhogy megyünk majd tovább ezzel szerintem. Nem rossz játék, csak indokolatlanul sok ez a erre mennyi, 8 lépcső, 6 létrán le, 1000 ember gyilkolj meg, tehát ez egy kicsit ilyen uncsi egy idő után, de lehet, hogy beindul, úgyhogy még egy részt adok ennek, még egy esélyt, aztán megnézzük, hogy hova jutunk. Ma nagyon nem érzem allergia miatt ezt egészet, úgyhogy hát lehetek jók, aztán majd valamikor folytatjuk, lehet holnap délelőtt, nem tudom. Na, csőváz megyek szenvedni.